16. fejezet. A boszorkány doktor. Megrémültem. Meg akar ölni? Ahogy jobban szemügyre vettem, láttam, hogy nincs nála semmilyen fegyver. Azt gondoltuk, meghaltál, mondta, és a keselyüké lett a tested, de Isten megőrzött téged. Igen, válaszoltam, valóban ez történt. Abaratatura házában laktam. Arra a következtetésre jutott, hogy nem fogom becsapni sem őt, sem a népét. Következésképpen befogadtak. Üzentem Bobinak, hogy jöjjön ő is oda. A civilizált társadalomban tett rövid látogatásom véglegesen meggyőzött arról, hogy az őserdő az én igazi otthonom. De azért hoztam magammal egy olyan valamit, ami kellemesebbé tette az őserdei életet. Egy bolhanyakörvet. Akkor jött divatba Kolumbiában, mikor a kórházba kerültem. Egy kutyán pillantottam meg, és megkérdeztem dr. Landin ezt, hogy mi az. Bolhanyakörv, mondta. Ez most a legújabb divat. Csak fölrakod a kutyád nyakára, és megöli az összes bolhát. Fél évig nem lesz gondja a bolhákra. Nagyszerű, mondtam, én is szerzek magamnak egy ilyet. Dr. Landin ez értetlenül nézett rám. Kutyáitok is vannak az őserdőben? Nem, nem, nevettem el magam. Kutyáink nincsenek, de bolháink viszont vannak. Jót nevettem magamban, de többet nem voltam hajlandó elárulni erről a témáról. Most a nyakamon hordtam egy ilyen bolhafogót, és jóval kevesebbet kellett vakaróznom. Állandóan a magammal hozott gyógyszerekkel járt az eszem. Az indiánok közül sokan meghaltak különböző betegségekben, és tudtam, hogy gyógyszerekkel sokukat meg lehetne menteni. De a motilonoknak megvoltak a maguk gyógyítási módszereik, és semmi okuk nem volt rá, hogy átpártoljanak az enyeimre. Többször is felajánlottam orvosságot a betegeknek, de minden alkalommal visszautasítottak. Inkább a boszorkány doktorhoz fordulunk, mondták, ő jobban ismeri a szokásainkat. És néha valóban meggyógyultak, akkor aztán odajöttek hozzám és rám vigyorogtak, mintha csak azt mondanák, látod, mégsem vagyunk olyan ostobák, mint gondoltad. De amikor egyszer fertőző szemgyulladás járvány tört ki a faluban, elhatároztam, hogy akcióba lépek. Ez a betegség antibiotikumokkal könnyedén meggyógyítható. Rövid időn belül minden indián megkapta. A boszorkány doktor reggeltől estig kántált napi 20 órán keresztül. Nagyon odaszánta magát. Egy hét után nyilvánvaló lett, hogy a kántálás eredménytelen. Oda mentem hozzá, hogy beszéljek vele. Kimerülten hevert egy gyékeny szőnyegem. Van egy terramicin nevű folyadékon, mondtam. Ez meggyógyítaná az embereket, ha belecsöpögtetnéd a szemükbe. Már kipróbáltam mindenféle folyadékot, mondta. Nem használnak. De ez egy másfajta folyadék, erősködtem. Ez használni fog. Már sokszor kipróbáltam, és eddig mindig használt. Érdeklődés csillant meg a szemében. Honnan van ez a folyadék? Az én népem boszorkány doktoraitól. Érdeklődése azonnyomban megszűnt. Vállat vonva mondta, te fehér ember vagy, a ti utaitok mások. Fölkelt, fakképnél hagyott, és újra kántálni kezdett. Jártam egyet, hogy végig gondoljam a dolgot. A szemgyulladás nem veszélyes betegség, de a fertőzésnek komoly szövődményei lehetnek. Meg kell gyógyítani, és meg is tudom gyógyítani. A feladat az lett volna, hogy egy valakit meggyőzzek, hogy engedje kipróbálni magán a gyógyszert. Akkor bebizonyíthatom, hogy az én módszerem hatékony, a boszorkány doktoré pedig nem. De akkor szembe kerülnék a boszorkány doktorral. Vagy én tenném tönkre őt és a törzsben játszott egész szerepét, vagy ő engem. Tudtam, hogy a misszionáriusok általában démonikus személynek tartják a boszorkány doktort, akivel mindenképpen le kell számolni. De úgy tűnt, ebben az esetben nem erről van szó. A motilon boszorkány doktor nem imádkozott démonokhoz, segíteni akart az embereknek, Istenhez imádkozott az általa ismert legjobb módon. Nem akartam őt lehetetlen helyzetbe hozni, segíteni akartam neki. Támadt egy ötletem. Visszamentem a faluba, odaléptem egy indiánhoz, aki erősen fertőzött volt. Megérintettem a szemét és a váladékot, a saját szememre kentem. 5 nap múlva rajtam is kijött a betegség. Elmentem a boszorkány doktorhoz, és kértem, hogy segítsen rajtam. Énekelni, kántálni kezdett, értem, és ugyanúgy, mint a többiekért. De természetesen semmi nem változott. Úgyhogy ismét elmentem hozzá. Mondtam neki, próbáljon meg az éneklés közben terramicint csepegtetni a szemembe. Nem nagyon hitt a cseppekben, de jobb híján ráállt a dologra. Fogta a terramicint, és miközben énekelt, hogy Isten gyógyítson meg engem, belecsöpögtetett a szemembe.
Három nap elteltével a szemem kitisztult, közérzetem megjavult. A többiek viszont még mindig betegek voltak, hiába énekelt nekik a boszorkány doktor. Egy alkalmas pillanatra vártam, hogy beszéljek vele, semmiképpen nem akartam megbántani. Este, mikor elgyötörten indult valahová, utána mentem és megérintettem a karját. Felém fordult. Egy üveg teramicint nyújtottam felé. Miért nem próbálod ki? Kérdeztem. Az én szememet meggyógyítottad vele, talán a többieknél is hatásos lesz. 3 nap múlva mindenki egészséges volt. A boszorkány doktor tekintélye megnőtt a többiek előtt. Büszke volt az elért eredményekre, és jó barátom lett. A boszorkány doktorral való együttműködésem óriási lépés volt előre az indiánokkal való kapcsolatom terén. Az antibiotikumok segítségével sok betegséget meg lehetett gyógyítani, de a higiénia teljes hiánya miatt állandóan újabb és újabb fertőzések léptek fel. Mindegyikre nem volt orvosságom. Mi az oka ezeknek a betegségeknek? Kérdeztem a boszorkány doktort. Úgy tűnik, se vége, se hossza a fertőzéseknek. Csodálkozott, hogy nem tudom. Hát a gonosz szellemek okozzák. Ezért is kell énekelni, meg kántálni. Segítségül hívjuk Istent, hogy űzze ki a gonosz szellemeket. És miért nem teszi ezt meg minden esetben? Kérdeztem. Lehorgasztotta a fejét, és félrefordult. Megcsaltok Istent, suttogta szomorúan. Hogyan csaltátok meg Istent? Kérdeztem tovább. Jött egy ember, aki azt állította magáról, hogy próféta. Azt mondta, hogy ő elvezet minket egy távoli országba, ahol sokkal jobban lehet vadászni. Szakamadojcsinak hívták. Mi meg elhagytuk Istent, és őt követtük. Mikor történt mindez? Kérdeztem halkan. Először nem válaszolt, aztán széles gesztussal mondta. Sok-sok évvel ezelőtt. Mi már csak a történetet hallottuk, de azt tudjuk, hogy rászedett minket, és most távol vagyunk Istentől. Egy másik alkalommal oda mentem hozzá, és azt mondtam, szeretnék megmutatni neki néhányat azok közül a gonosz szellemek közül, amelyek betegséget és halált okoznak. Elővettem a mikroszkópomat, és egy kis port szórtam a tárgylemezre. Ó, igen, látom, ott táncolnak, mondta, ahogy belenézett, és azonnal rákezdett a kántálásra. Most fertőtlenítőszert kevertem a porhoz, és mondtam neki, hogy nézzen bele újra a mikroszkópba. Egyértelmű volt, hogy a fertőtlenítőszer elpusztította a kórokozókat. Nagyon nagy benyomást gyakorolt rá a dolog. Láthatta, hogy az éneklésnek semmilyen befolyása nem volt. Elhatározta, hogy a törzsi szertartásoknál is alkalmazni fogja a fertőtlenítőszereket. Volt például a házépítés befejezésénél egy tisztítási ceremónia. A leendő lakók ilyenkor összegyűltek, együtt énekeltek, és botokkal ütötték a falakat, hogy a gonosz szellemeket távozásra bírják. Javaslatomra a boszorkány doktor bevezette, hogy fertőtlenítőszereket is használjanak a ceremónia során, így jelentősen javultak a higiéniai viszonyok. A bába asszonyokat is rávette, hogy alkalmazzanak fertőtlenítőszereket a szülésnél, így csökkent a halandóság. Az ezekhez hasonló higiéniai módszerek egyre terjedtek, és nagyon hálás voltam dr. Landineznek, hogy olyan készségesen ellátott gyógyszerekkel. A motilon étkezési szokások is kezdtek megváltozni a különböző termények bevezetésével. Eredetileg csak vadállatokat és vadon nőtt növényeket ettek, de abaratatúrával együttműködve megmutattam nekik, hogyan kell kukoricát termeszteni, szarvasmarhát tartani. Néhány éven belül 8 egészségügyi állomás működött, minden falu közösségben egy-egy. Az egészségügyi állomásokon lehetett hozzájutni az injekciókhoz, antibiotikumokhoz és más orvosságokhoz. Az állomások felelősek voltak a falu közegészségügyi helyzetéért. Minden falu kidolgozta a saját mezőgazdasági rendszerét, sőt, később iskolákat is alapítottak. Az egészségügyi központokat, farmgazdaságokat, iskolákat nem fehér emberek szervezték, nem fehér emberek irányították. Mindent a primitív motilon indiánok végeztek. Én voltam az egyetlen fehér. Az injekciókat is az indiánok adták be, sőt, ők választották ki, mikor milyen gyógyszere van szükség. Sokan úgy tartják, hogy ez volt a leggyorsabb ütemű fejlődés, ami valaha megtörtént egy primitív törzs életében. Hogyan történt? Hogyan volt ez lehetséges? Két oka volt. Az első nagyon egyszerű. A motilonoknak nem kellett föladniuk a kultúrájukat, nem kellett fehér emberré válniuk. Minden bevezetett újdonság már ismert dologra volt alapozva. Az oltásokat például úgy vezette be a boszorkány doktor, mint az indiánok által is gyakorolt hagyományos vérvétel egy új formáját.
Így megértették, hogy egy kicsi fájdalom árán meg lehet előzni a betegség vagy a halál nagyobb fájdalmát. A boszorkány doktor népszerű volt, a nép bízott benne. Miután mindezt elmagyarázta, az emberek elfogadták az oltás gyakorlatát, és abban az ütemben terjedt, ahogy az injekciós tűket és az oltóanyagot biztosítani tudtuk. Mivel a boszorkány doktor látta a kórokozókat és megértette a veszély lényegét, megfelelő egészségügyi rendszabályokat lehetett kialakítani. A mezőgazdálkodás gondolata nem volt annyira új dolog a motilon indiánok számára, de nem fogadták volna el, ha ellentétbe került volna a hagyományokkal. De mivel a baratatóra és az élelmezésért hagyományosan felelős többi főnök kezdeményezte, az indiánok azonnal elfogadták. A társadalom szerkezete sem zillálódott szét, mint ahogy az egyébként a gazdasági fejlődéssel párhuzamosan gyakran megtörtént. A nép nem lázadozott, mert a tradicionális vezetők kezdeményezték az új módszereket. Azt mondtam, két ok volt. A másik ok a Szent Szellem működése volt. Ő nélküle nem lett volna valóságos és tartós a fejlődés. Amint említettem, úgy tűnt, a motilon indiánok nem törődnek különösebben egymással. Minden ember magáért és a családjáért volt felelős, senki másért. Ezt Bobby esetében különösen nehezemre esett elfogadni. Azt akartam elérni, hogy minden törzs el legyen látva a számára szükséges gyógyszerekkel és növénytermesztési ismeretekkel. Bobby elkísért az inspekciós körútjaimra. Nagyszerű érzés volt ismét együtt járni az őserdő ösvényeit. Megbeszéltük egymás életét, terveinket. Bobby a motilonok egyik vezetője szeretett volna lenni, olyan, mint a baratatura. Én meg szerettem volna igaz útra terelni a motilonokat. Együtt vadásztunk, együtt énekeltünk, szavak nélkül is ismertük egymás érzéseit. Egy dolgot azonban nem tudtam megosztani Bobbyval. A törzs többi tagja iránt érzett törődésemet. Egyszer komoly járvány tört ki két egymástól távoli faluban. Mindkét helyen sürgős szükség volt a gyógyszerekre. Bobby, mondtam neki, te elmész Ikvia korarába a gyógyszerrel, én meg fölmegyek a hegyekbe, és itt találkozunk ismét. Sértődötten nézett rám. Veled akarok maradni, Brucskó. Rosszallóan néztem rá. Nem lehet, Bobby, egyszerűen nincs rá idő, hogy mindkét helyre együtt menjünk. Akkor menjünk csak az egyik helyre. Végül is elment, ahova kellett, de csak azért, mert én mondtam, hogy tegye meg. Bántott a dolog. A többieknek is Bobbyéhoz hasonló volt a hozzáállása. Emberek haltak meg az egyik faluban, csak mert a szomszéd falu nem volt hajlandó orvosságot adni nekik. Az egyik tehén ott pusztult el, mert a gazdája beteg volt. Nem tudta ellátni. Más meg nem törődött vele. Egyre nagyobb erőfeszítésembe került, hogy mindenütt ott legyek, ahol segítségre volt szükség. Bobby ugyan besegített, ha megkértem, de csak a barátságunk miatt. Belefáradtam. 4 éve voltam a motilonok között. Sikerült néhány jó dolgot véghez vinnem. De csinálnom kellett, ha azt akartam, hogy menjenek a dolgok. Kezdtem megkérdőjelezni az egész értelmét. Minek törődjem bele, ha néhányan megbetegszenek? Mennyit ér az életük? Senkit nem érdekel, hogy élnek vagy halnak. Ezen tűnődtem egyik nap, és tudtam, hogy a válasznak ugyanannak kell lennie, mint 4 évvel ezelőtt. A motilon indiánok életének jelentősége, az én munkám értelme nem abban van, amit az emberek gondolnak. Eszembe jutott, mit mondott nekem Isten. Lehet, hogy mindenki elutasít, de én nem utasítalak el. Ez a motilonokra is igaz kell, hogy legyen. Isten nem utasítja el őket, Isten szereti őket. És ez volt az, amiért az őserdőbe jöttem, hogy megmutassam nekik Isten szeretetét. De még mindig nem volt látásom arról, hogyan kezdjek neki. Alaposan megismertem a motilonok hitvilágát. Semmi olyat nem tudtam volna Jézus Krisztusról mondani nekik, ami megfogta volna őket. Azt mondták volna, ez az út a fehér embereké. Sosem fogadták volna el, mint a motilonok számára elfogadható utat. És ha néhányan elkötelezik magukat Jézusnak, az Orinoco indiánjaihoz hasonlóan megosztások jönnek be a törzsbe, és ezek szétrombolják a társadalmi struktúrákat. Mégis szükségük volt Jézusra. Hogyan tudnám bemutatni őt olyannak, amilyen ő valójában, az én személyiségemtől és az én kultúrámtól függetlenül? Jézus segítségére van szükségem. Nincs más megoldás. Amit magamtól mondanék, abban nem lenne meg az erő. De Jézus szólhat én rajtam keresztül, és megmutathatja a szólásra legalkalmasabb időt. Meghajtottam a fejem. Ó Jézus, ennek a népnek rád van szüksége. Mutasd meg magad nekik.
Tegyél engem félre az útból, és szólj hozzájuk az ő nyelvükön, hogy megláthassanak olyannak, amilyen vagy. Ó Jézus, légy motilon!